békesség Istentől, Atyától és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kérem fönnállva a 42. Zsoltárokat énekeljük el, illetve mivel három versszakot énekeljük, tessenek kell foglalni. Tessenek kell foglalni. A 42. Zsoltárokat énekeljük el, annak az első, a második és az utolsó versszakát, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Mert volt egy másik program, illetve jövő héten.
péntek, amikor ezt megtehetjük, de hát várom mindenki szeretettel, április 4-én pénteken templomban lesz bibliaiskola. Április 13-án lesz a költészet napja megemlékezés a Magyar Házban, nagyon érdekes és értékes alkalom. Illetve külön hadd emeljem ki, nagyon nagy szeretettel hívjak már most mindenkit, sőt kérem, hogy mi hívogassunk másokat, nagyon kérem. Virág vasárnap lesz misszió napunk itt a templomban, ami már azt mondom, hogy hagyomány nálunk. Virág vasárnap misszió nap, amikor lesz egy missziói, virág vasárnapi istentisztelet itt van a templomban, utána pedig 12.30-tól kezdődik egy ebéd, amire mindenkit szeretettel hívunk és várunk, ami ingyenes, senkitől semmilyen terítést nem kérünk, hanem mindenkit hívunk és várunk rá, tessenek hívogatni minél többeket. Utána fogunk beszélgetni, az lesz a címe ennek a misszió napnak, hogy korunk szellemi áramlatai. Korunk szellemi áramlatai, és arra fogunk beszélgetni, hogy hogy lehet az, hogy a jósok, a nagy jósok 80%-a jósta beteljesül. Hogyan lehetséges, hogy az emberek, akik különféle ilyen praktikákhoz fordulnak, meggyógyulnak? Hogyan működik ez az egész? Mit tanul a teplai keresztény ember? Milyen formában, milyen ára van annak, hogy ez így megtörténik? És hogy egy keresztény ember hogyan tud eligazodni ebben? Mindenki szó szerettel várunk, azt hiszem, hogy érdekes a téma, és nagyon kérem, még egyszer hívogassunk mi is másokat. Erről lesz szó tehát délután. Még egy nagyon fontos dolog, hogy miután régen volt ilyen alkalom, és most lehetőség van rá, ezért nagyon szeretnénk ismételten azokat a testvéreinket, akik szép kort megértek, gyülekezetben régóta szolgálnak, szeretnénk fölköszönteni. De hát egyben ez az alkalommal szeretnénk a 80 év fölötti testvéreket megköszönteni és felköszönteni. Nagyon sok szeretettel várjuk őket a főasztalhoz kiemelten és felköszönteni. Mégpedig úgy, és ezért missziói alkalom és missziói vasárnap, hogy az a tervünk, hogy azok, akik most konfirmáltak nemrégiben, mint a Jennifer, és az összes többi fiatalt, vagy mint Endrét, vagy mint Kristófot, szeretnénk ültetni egy-egy idős mellé. Tehát egy idős, egy fiatal, egy idős, egy fiatal. Ez nem fog egészen működni, mert valószínűleg picit túlsúly lesz az egyik oldalon, de ettől függetlenül próbálkozunk, és szeretnénk ezt, és ezzel is kifejezni azt, hogy a misszió is szól, hogy így adjuk át egymásnak a szolgálatot, a stafétát, és ezzel is várjuk nagy szerettel, tehát külön meg fogjuk hívni tisztelettel a 80 év fölötti testvéreinket, és hasonlóképpen külön tisztelettel meghívjuk a fiatal generációt, a frissebb konfirmátokat. És így lesz ez egy különleges, ettől is lesz különleges misszió nap, de hát ezt tervezzük április 14-én virágvasárnap. Kérem, hogy tessenek betervezni, tessenek minél többeket hívogatni erre az alkalomra. Április 21-én lesz egy koncert, egy könyvzenei koncert a Magyar Házban. Mindenki szerette várni, a Mobil Mánia, ez a P-Mobil Piramis és más hasonló zenekarokból, zenekarok tagjaiból alakult régi slágereket játszó csapat, akit érdekel, szerette várni mindenki a Magyar Házban. És már most mondom, tessenek betervezni, hogy lesz egy nagyobb előadást, indul a Bakter Ház, majd májusban, amire mindig szerettel várnak szintén, illetve május 27, 28, 29, ami nem a legalkalmas időpont annak, aki dolgozik, mert hétfő, kedszerre, de ekkor kapjuk meg ingyen vérmentve ezt a vendégházat. Csillivakkon, festői szép környezetben a Veder folyó partján, jól mondom? De nem Csillivak folyó, megmondták, hanem a Veder folyónak a partján, ott kaptunk meg ezt a házat, ahol 3 napig lehetünk egy csendes napokra. Imádságról lesz téma, imákozás, ima élet, Dobos Andránál lehet jelentkezni, aki imádkozunk, mert szegénynek arcfölgyulladása van, jobbulás, kötőhágyulladása van, jobbulás kell neki. Nagyjából ennyi, aztán elmondtam mindent. Kérem, hogy keressük ki a főnökünket, a 298-as számú idegünket,
a 298-as számú énekünket. Ez egy bőti énekünk, hiszen bőti harmadik vasárnapra lesz, és az ígéretés is bőti téma lesz. Bár bűn és kénygyötörés nehéz, bár szívem, a sátán életemre tör, rengetegszer tapasztalom, én is személyesen kétségbe nem esem. Hitvallással és imádságos szívvel énekeljük el mind a 6 verszakát. Teszek, most még nem érted, de később
majd megérted. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzá. Simon Péter ezt mondta neki, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, ezért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felsőruháját, ismét asztalhoz levedett és ezt mondta nekik, érditek, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tedetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Eddig az írott igeszakasz. Isten tegye ezt a gazdag igét, hogy lehessen bennünk épülni. Álljunk fel és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, szerető kérdemes Istenünk, hogy te mosod, folyamatosan mosd a mi lábainkat. Mert egyszer megmostál véred által, amely jó tagalkotán, és amit mi megértettünk, elfogadtunk, befogadtunk, és tovább járjuk életünket ezzel a kegyelemmel, de a lábunk piszkos lesz az útborától, és le kell mosni. És légy áldott érte, hogy te folyamatosan mosod te magad. A te igéddel, lelkeddel, a te igalmaddal, kegyelmeddel ezt a munkát végzett közöttünk. Bennünk, személy szerint. Urunk Istenünk, alázattal kérünk, hogy ahogyan te végzett közöttünk, úgy végezd el bennünk, hogy mi is végezzük szívből, igazán, szeretettől, önként, egymással szemben. Tedd élővé és hatóvá a te igédet, lelked munkányomán Jézus Krisztusért, az Atya Isten dicsőségére. Kérem fogunk helyet. Énekeljük el a prédikációt, hallgatásra készülve a 155-ös számú éneket. A 155-ös számú éneket. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz és is egy Isten megismer.
Tehát így mondta az Jézus, mikor megmosta a tanítvány lábát egyenként, és Péter felvolt, hogy őt nem mossa meg, aztán megmosta mégis, mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldog lesztek, ha meg is teszitek. Bőjte Csaba mesélte el, a héten hallgattam azt édesanyámmal, közösen, meg feleségemmel, két fiatal, aki kigyermek, pici gyerekkoruktól bennevelkedtek az áruházban, ott nőttek fel, ez a két fiatal szerelme lobbant egymás iránt, nagyon nagy szerelemre, és hát idő után a dolog nagyon komolyá vált, úgyhogy eljegyezték egymást, borzasztóan nagyon szerelmesek egymásba is jártak, eljegyezték egymást, de valami összevesztek, és a lány visszaküldte a gyűrűt a fiúnak, és a fiú elment Csaba a testvérhez segítségért. És akkor megkérdezte Csaba a testvérhez, hogy szereted, vagy nem szereted? Hát mire mondta a fiú, persze szeretem, hát hogy ne szeretném. Vele akarsz élni? Akarod őt élettársának? Igen, akarom, hát akkor ostromod meg. Ostromul kell bevenni a női szíveket, mondta Csaba testvér. És a fiú feladta a büszkeségét, és egy egész havi keresetéből vörös rózsát vásárolt, elment a fiúhoz, tiszta ilyen romantikus történetét. A lányhoz mentem? A lány, jó Istenem, nem kandi történet, nem, ez egy erdélyi történet, igen, tehát elment a lányhoz, igen, köszönöm, hogy figyelmetes fél, igen, így van, elment a lányhoz, így van, és a vörös rózsát éjjel becsempész az ablakon, és hát szerelmet vallott még más, és megosongolta, és bevette a lány szívét, és elmondta a sztori végét, a csottamot, hogy 6 gyermekük van ennek a házaspárnak, és a legidősebb gyermek lelkésznek készül. De ehhez, és itt a lényeg, erről szeretném beszélni, ez valakinek jobban kellett szeretnie. Ez valakinek le kell győznie saját sértett hiúságát, saját büszkeségét. Ehhez valakinek bődöt kellett tartania a szó legigazabb értelmében, hogy életet, kapcsolatot nyerjen, és hagy gyermeket, és boldog életet. Valakinek meg kellett mosnia a másik lábát, őszintén, szeretetből, hogy híd épüljön, szeretett híd. Mert ameddig csak azt tudom, hogy nekem igazam van, és lehet, hogy igazam van. Ameddig azt tudom, hogy én jobban tudom, és lehet, hogy jobban tudom. Ameddig csak azt fáj, hogy a másik milyen velem szemben, és lehet, hogy tényleg olyan velem szemben. És dühösen, kétségbeesetten, sérdődötten nyalogatom a sebeimet, az érveimet, és töröm a fejemet az érveimmel, hogy hogyan tudom meggyőzni, hogy nekem van igazam, addig biztos nem épül ez a híd. Ez a híd nem épül. Krisztus szeretetének a hídja. Hiszen, testvérek, Jézus, olvastam az igéből, Jézus tisztában volt vele, hogy ő kicsoda. Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott. És hogy az Istentől jött, és Istenhez megy, kell ennél többet tudni. Kell ennél többet tudni bárkinek. Tudom, az ez, amit elmondtam máshol, hogy nekem adott minden hatalom menjen és földön. Testvérek, ezt nem lehet ragozni. Ennél több nincs. És Jézus tudta, hogy Tamás hitetlen.
hogy Péter megtagadja háromszor is, hogy valaha ismerte is őt. Hogy Júdás elárulja. És én szerintem ennél sokkal többet tudott Jézus, de mondjuk ezek, amit mi is tudunk. Ő ennél sokkal többet tudott. És mégse azt mondta, mégse azt kommunikálta, hogy hát tessék, gyerekek, ti ilyen itt várnak, ilyenek vagytok. Hanem mit kommunikált? Azt kommunikálta, hogy én feltétel nélkül szeretlek benneteket. Ezt kommunikálta. No testvérek, ez megdöbbentő. Ez nagyon durva. Még akkor is ezt kommunikálta, ha ezt a szeretetet ők visszautasítják. Még akkor is, ha még ezek után is volt képe Júdásnak kimenni és elárulni Jézust. Volt képe Péternek azt mondani, hogy nem ismerte őt. És Tamás hitetlenkedni, hogy Jézus föltámadt és él, hogy legyőzte a halált. Mert nem számít, hogy milyen bűnösök vagyunk, milyen nyomorultak vagyunk. Jézus, a mindenható Isten megalázta magát, és megmosta mindegyikük lábát. Pedig még az is benne van az igében, hogy vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskariótásnak, Simon fiának, hogy árulja el őt. Teljesen mindegy, hogy a sátán hogyan munkálja bennünk a szeretlenséget, önzést, békétlenséget, hidetlenséget, keményszívűséget, kétszínűséget, bármi mást. Úgy hív, úgy kommunikál velünk, hogy megmossa a lábunkat. Hát ma se egy túl kellemes munka, de abban a korban, Jézus korában ez csak nem zsidó rabszolgák végezhették. Még csak zsidó rabszolgának sem volt szabad végeznie, mert nem alacsították le a saját honfitársukat arra a szintre, hogy egy zsidó egy más zsidónak a lábát megmossa. Csak nem zsidó rabszolga tehette ezt meg. Jézus pedig, mint rabszolga, mint nem zsidó rabszolga, elkezdte mosni a tanítványok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat én, az Úr és a Mester. És olyan lettem, mint egy rabszolga. Akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Felvettek valaki egy munkahelyre, ahol eleinte mindenki nagyon kedvesnek tűnt. Általában így szokott lenni mindig. Az első, pofa vizit, az mindig kedves. Mindenki mindenkinek azt mutatja, hogy milyen kedves, milyen barátságos, mennyire jó kérdve jönni. De idővel kitűntek a cégen belüli ellentétek. Mert hol nincs, mindenhol van. Ki melyik munkabeosztást kapja és miért? Ki kinek van az útjában? Kit nem tud elviselni? Az egyik halfőnöknek ráadásul közeledett a nyugdíj korhatár felé, hogy ő elmegy nyugdíjba,
És hát vajon ki lesz az utódja? Nagyon gyorsan kiderült az, hogy a mos és a kedvesség mögött szüntelen feszültség és áldász harc túl a munkahelyen. Szüntelen piszkálódás, ügyes körmönfont lejáratás, megalázás, bosszantás, idegesítés, hogy lehet, hogy a kollega ne tudja jól pontosan végezni a munkáját, hanem hibát vétsen közben, de mindezt a mosoly áll arca mögött. Tudom, hogy ilyet soha nem tapasztalunk, de ilyen is van. Miközben továbbra is mindenki nyájas és kedves, a színfalon mögött túl a harc, és a kollégák sokszor kísért szemmel mennek haza a munkából. Nos, ide került be egy hívő kollega, akiről beszéltem, és akkor elhatároztam, hogy ő azért is, és igazán és őszintén szeretni fogja őket, meg úgymond megmossa a lábukat kéveletesen, őszinte, igaz, tiszta kedvességet, önzetlenséget, segítő szándékot sugárzott feléjük. Nagyon sokszor megtette azt is, amit nem kellett volna megtennie, persze mértékkel, nehogy azt hitték, hogy pedálhoz, de tényleg segített, ott volt, partner volt, beszélgető partner is. Sokszor kérdötték előtte a szívüket a kollégák, mert rájöttek, hogy őszintén nem adja tovább, hogy nem kibeszél, nem jön vissza vele a bizalommal, amit kap. És amikor bántották, mert persze bántották, akkor úgy fogadta, hogy Krisztus bántják. És Krisztusban emelt fölve viselte a bántást. Nem egy napig, hanem hónapokig, évekig kitartóan. Nem mint Balekhoz hozzá kell tennem, hanem mint hívő keresztjén. Nem volt könnyű, egyáltalán nem volt könnyű, de hite által győzedelmesedett önmaga felett, és kitartóan, alázattal így mosta a főnökök, sőt a kollégák lábát. És Krisztus elkezdett munkálkodni általa azon a munkahelyen. És elkezdett javulni a légkör. Elkezdett ragadni a példa. Elkezdtek mások is így viselkedni. Elkezdtek mások is ilyenné válni. Mert világított. Mert megáldotta őt az Úr, mert amiről múlt héten volt szó a prédikációban, jó illatot árasztott maga körül, és áldássá lett. Ezért mondta a Szílus, hogy miután megmosta, ezután ledeled és elmondta azt, hogy miért tette ezt. Ennek nagyon komoly oka volt. Ha tudjátok ezeket, boldog lesztek, ha meg is teszitek. Mert az, hogy tudjátok ezeket, az nagyon-nagyon jó és nemes dolog. Sokan egyáltalán nem tudják ma már. Sokan nem is hallották ma már. Úgy nőnek fel, hogy erről fogalmuk sincsen. Jézus azt mondta, hogy nagyon jó, ha tudjuk. De boldogok, attól leszünk, ha meg is tesszük, ha gyakoroljuk. Akkor is, ha bántanak. Akkor is, ha azt szeretnénk, arra vágyunk, hogy valaki más mossa meg a miénket. És mi tudnánk is, hogy ki az, akitől ezt várnánk. Akkor is, ha beosztottak vagyunk, és akkor is, ha vezetők.
Mózesnek, mert művelt volt, és sok nyelven beszélt. Tudnék, hogy a Mózes, tudjátok, hogy a fáraó udvarában nevelkedett, de hát a kor legmagasabb szintű tudományos műveltsége volt az övé. Sok nyelven folyékonyan beszélt Mózes. Egy intellektuál volt abban a korban, ami kevesnek adott meg. Megjegyzem, Isten lám-lám, nem véletlenül Mózes választotta ki erre a falatra. Isten bedette ebbe a köcsolába, ebbe a közegbe, és onnan hívta el. De nem ezért volt tekintélye Mózesnek elsősorban, hanem attól volt tekintélye, hogy vele volt az Isten. Hogy Isten szólt, és nagyon nyilvánvalóan cselekedett általa. Sokan úgy akarják elképzelni Mózes, mint egy erőskező uralkodót. Úgy olvassuk a Szentírásból, hogy Mózes mindig határozott volt, mert tudta, hogy mit mondott neki az Isten, és mit kell tennie, mit is akarata, de szerény volt és alázatos. Amikor kikezdték Mózest azért, mert egy fekete bőrű etióp asszony vett feleségül, nem tudom, hogy ti ezt tudtátok-e, egy etióp asszony vett feleségül Mózes, fekete bőrű asszony volt Mózes felesége. No hát ezért kikezdték a rasszista zsidók abban a korban, kikezdték. Nos, akkor ezt olvassuk az igében. Ez a Mózes pedig igen alázatos volt a Földön élő minden embernél alázatos. Nem nyájas szavaival, hanem az életével, a magatartásával volt alázatos. Azért, mert Isten volt az első helyen az életében, mert állandóan alázatos volt Istennel szembe, ezért tudott ilyen alázatos lenni az emberekkel szemben is, mert új szövetségi értelmezésben úgy is mondhatnám, hogy Krisztus élt a szívében. Ő, aki a halála előtt egyenként rabszolga munkát végezve megmosta a tanítványi lábát. Érdekes, hogy két törnyet egymás mellett, közvetlen egymás után. A János 12.1.8-ban van az, hogy Mária megkeni Jézus lábát a drága kenettel és a hajával törli meg Jézus lábát, és a János 13.1.20-ban van az, hogy Jézus megmossa a tanítványok lábát. Miért? Miért? Azért. Mert ha Istenként tisztelem Jézust, ha áldom őt és jó illattá lesz az életem, akkor az attól lesz jó illattá, nem attól, hogy vasapokét nem mondva ülök, attól is, de inkább attól, hogy teszem azt, amit Jézus tett. Erről szól az életem. Akkor való igaz, hogy jó illattá lesz az életem, mintha megkente volna Jézus lábát drágolaja, és az egész termet szobát betölti Jézus jó illata. Attól tölti be, hogy én is azt teszem, amit Jézus tett, megmosom a másik lábát. Értitek? Ez csak így működik. Különben képmutatás. Különben képmutatás. Ahogy mondta nagyon világosan Jézus, boldog lesztek, ha meg is teszitek. Bevallom, hogy nehéz ezt tenni.
Nehéz ösztöni testvérek. És Isten az életünk körülményei közben tanít, formál bennünket folyamatosan. Újra és újra hoz olyan szituációkat nekem is, nektek is, ahol imádság közben el kell gondolkoznom, és elvezet arra, lenyert állott elvezet, hogy levegyem a felső vállat, odakössem a derekam köré azt a kendőt, és elkezdjem mosni a lábát. Nagyon valóságosan. Elvégzi ezt, ha figyelünk rá, ha ő növekszik bennünk, ha lelke és igéje életté lehet bennünk, ha közön van hozzá. Erről volt szó múlt héten vasárnap, hogy akkor kezdek illatozni, hogyha ott vagyok a közelébe, és rám ragad az illata, akkor tudom továbbadni. Vagyis azt, amit ő tett, hogy most a tanítványok lábát, ez rám ragad, ez a lelkület, ahogy a Mózes ráragadt, mert vezető volt, bár egy nép engedelmesedett neki, mégis ilyen alázatos volt. Minden a Föld érő, minden embernél alázatosabb működik. Igenis működik. Így ábrázol ki rajtunk a Krisztus. Szóval boldog lesztek, ha meg is teszitek, mondta Jézus. Miért? Hát egyrészt azért, mert aki ezt teszi, arra igaz az, hogy a szeretet viszont szeretetre indít. Ahogy mondják, a mosoly mosolyt szül. Csak az borzasztóan felszínes dolog. Az egy hihetetlen máz. Ez pedig élet. Ebben van tartalom. A kitartó önálló lemondás, mint az ember a munkahelyről beszéltem, a folyamatos Krisztus szeretett világítás, az bevonza az embereket Krisztus fénykörébe, és mindenki önzetlen, igaz, tiszta szeretetre vágyik. De ennél sokkal inkább, ha ezt teszem, akkor nem azért teszem, hogy én visszakapjak valamit is, hanem azért teszem, mert én is kaptam. De amit teszek, azt teszem hálából, mert folyamatosan kapok én is. Mert kegyelemből élő ember lehet, aki minden reggel úgy ébredhetek fel, hogy Jézus Krisztus, a világ mindenség ura, megmossa az én nyomorult lábamat. Akkor is, ha vannak, lesznek bennem gonosz gondolatok. Akkor is, ha megtagadom. Akkor is, ha hitetlenkedek. Megmossa újra és újra, hogy tisztán tartson. Miután megmosott, a keresztfán kiontott drága vérével, és nekem közöm van hozzá. Ennek képe a keresztség. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péterre ezt mondani, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák, mert különben teljesen tiszta. Ti is tisztán vagytok, de mind. Mert tudta, kiárulja el, ezért mondta, nem vagytok mindjárt tiszták.
nem tiszta, aki nem adta át bűneit, életét neki, aki adta magát érte. Aki viszont megfürdött, aki elfogadta Jézus Krisztus értehozott áldozatát, aki éppen ezért, mert elfogadta ennek egyenes következménye, ez nem lehet egyik a másik nélkül, aki ezért vele jár, annak a lábát kell rendszeresen megmosnia. És mert tudom, hogy Jézus mossa rendszeresen lábamat, ezért hálával, örömmel mosom én is a másikét. Teszem-e valóban ez a kérdés már? Teszem-e valóban? Jellemző-e ez rám? Ebben a bőjtben, ebben a bőjti időszakban tanítson rá. Nagyon gyakorlati módon az, aki szeretettel szól, aki odaadta magát értünk, akinek élő és ható az igéje, legyen áldott érte. Amen. Imádkozzunk. Taníts minket, szeret Úristen, formálj minket, nyújt be az életünkbe, forgass ki, dobált belőle mindazt, ami önzés, hiúság, megrevágyás, és alázza bennünket a te szent színed előtt, hogy onnan és abból megújulva tudjunk úgy viselkedni, úgy szolgálni, úgy élni, ahogyan te, mindenható Isten, szeretett drága megváltunk, Jézus Krisztus tetted és teszed ma is közöttünk. Szeretnénk téged kiábrázolni. Nem dogmatikai rendszerekkel, nem okos érvelésekkel, nem tudással, hogy mi mindent tudunk és ismerünk. Például ezt is remekül tudjuk, hanem az életünkkel, vagyis a te életeddel, amely növekszik bennünk. Taníts minket úgy élni a munkahelyen, a gyülekezetben, barátok közt. Taníts minket megalázni. Taníts minket örömmel megalázkodni, és haladással tenni mindezt, szolgálni. És te mutass ebbe egyensúlyt, hogy mikor kell megállni, felállni, és mikor kell lehajolni lábakosni. Mert mi ezt magunktól nem tudjuk, összekeverjük, és sokszor egészen rosszul csináljuk. De te tudod, és végig állott értől tudod, és meg is tanítasz minket rá, a divit világosságát, lelked vezetését. Kézen fogsz és vezetsz. Áldunk és magasztalunk, hogy ti így lehetünk, hogy a keresztván kiontott drága véreddel megmostál, újjászültél bennünket. És így tudjuk, hogy minden bűnünket háború mögé vetetted. És mi tisztaságban járhatunk annak ellenére, hogy a lábunk mégis sáros lesz mindig, meg mocskos. De te mosod, 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 szüntelen megállás nélkül. Kérünk Úristen, hogy hadd lehessünk mi is eszközök ebben a szolgálatban. Vagyis, hogy tudjuk továbbadni azt élően és hatóan, aki és ami te vagy. Szerettünk kegyelmes, mindenható, megváltó Úr Isten. Így kérünk alázatlanul konfliktusainkért.
így kérjük alázattal a mi harcainkért, a mi nagyon konkrét szituációinkért, a mi fájdalmainkért, a mi megaláztatásainkért, a mi ilyenfajta típusú kereszthordozásainkért. Így kérünk erőért, őszinte, igaz, el nem múló, önmagunkon jóval túlmutató, igaz, szeretetért, alázatért. Olyan nehéz rossz ez a családban, és családban is hogy kell lennie. Így kérünk a magyarságért, így kérünk, Urunk, a Te ügyedért. Olyan sokszor és sokféleképpen tapasztaljuk ma is ebben a 21. században, hogy Téged, a Te ígéret evangéliumod nem fogadják be az emberek, sőt, ellenségé lesznek, pedig nem akarok azok lenni. Úr Jézus Krisztus, békesség fejedelme. Adj nekünk erőt, vezetést mindenekben. Imádkozunk értük. Dékedelmek hozzájuk. És érj meg őket. És könyve kérünk alázattal, ha neked kedves, használj föl minket ebben. Imádkozunk, Úristen, a világért. Keresztényeségünkért a világban, ilyen magatartásért, ezért a világításért. Különösképpen az üldözött keresztényekért kérünk, Úristen, melyiket kivégeztek, akinek családjait kivégezték, Afrikában rendszeresen százakat ölnek meg. És imádkozunk, Úristen, a új-zélandi mészállásért ott a mecsetben. Ezért a fiatal ember, aki elvégezte ezt a szörnyűséget. Imádkozunk békességért. Imádkozunk, hogy a sátán ne nevesse rajta és ne szítsa a feszültséget. Állítsd meg, kérünk, Urunk. És bárhol a világon máshol, olyan sok ilyen van. Vagy az emberére kérünk, Úristen, aki azt a romjogatós lelkész leszúrta a mise közben. Szörnyű Isten. Sátán nagyon sok felé tombol és próbálkozik. De a béke és szeretem, hogy jól legyen erősebb. Így hozzuk el a mi személyes imádságokat is, Úristen. Hallgass meg bennünket, hogy megváltalunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Kérem, álljunk fel és mondjuk el az imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mondta az Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, dicsőség, mind örökké. Amen. Kérem, tessenek el foglalni. Az adakozás szükségességét, illetve testvérek, jobb adni, mint kapni. A jó kell az adakozót megáldja az Úr. Jó kell adjunk azokba jó, nem abból, amit Isten ne enged nekünk is átvennünk, gyülekezetünk egyházunk fenntartására. A mai szolgálattevő Herceg Mihály és Faró Katalin. Faró Katalin nincs itt közöttünk, ezért megkérdezünk.
kérem Sinka Jennifert, hogy véget a szolgálat. Hálásan megköszönöm. Szeretnünk Istenünk anyagi boldogságot. Mindenki erre vágyik. Igazi boldogságra. Tehát kérünk, hogy formáld a szívünket arra, hogy mosom egymás lábát őszintén szerettel. Ennek a jelképe az is, hogy adatkozunk. Áld meg a dományunkat is a te dicsőségednek. És ez a domány is munkája ezt a szíveinkbe, életeinkbe. Hogy így lehessünk mindnyájan boldogok, élve hálással a te dicsőségedre. Köszönjük. Ámen. Kérem testeket foglalni. A 423-as számú énekünket keressük ki, a záró énekünket, a 423-as számú énekünket. Csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Így kezdődik az első verszak, a énekelőkkel mind a három verszak. Tegyetek ti is.
és az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyának szerete, és az Szentlélek közössége legyen veletek most, és örökkön örök.